egy világújdonságot mutatok be önöknek, mégpedig azért, mert azt olvastam a minap, hogy a klímaváltozással járó erős frontok sokkal jobban megviselik a hölgyeket, mint az urakat. Ezért hívtam segítségül kivételesen egy férfit, dr. Pintér Ferenc meteogyógyászt, a Meteoklinika igazgatóját. Igaz-e ez a feltevés? Kati Csokolon, hát köszönöm a meghívást először is, és külön is üdvözlöm a hölgyeket. Valóban, szóval először is tudni kell, hogy nagyon széles problémakörről van szó. Nem is gondolják sokan, hogy valójában az emberek, a magyar populáció 78%-a érintett valamilyen módon ezzel a bizonyos időjárás érzékenységgel, és ezen belül azoknak az eseteknek a száma, amikor már nagyon komoly mértékű ez a bizonyos életminőség, vagy kifejezetten egészségromlás, ez az arány is a korábbi kutatásaink szerint 30% volt. Na most, ezek a kutatások azt mutatták, ez már egy nagy mintás, olyan 15 évvel ezelőtti kutatás volt, hogy valóban a nők felülreprezentáltak ebben a dologban. Elég jelentős, tehát a nők és a férfiak között egy közel 10%-os különbség mutatkozott itt ebben a kutatási programban. Na most közben azért történtek komoly változások. Az egyik az az, hogy egyre erősebben érezhető ennek a klímaváltozásnak, ennek a globális felmelegedésnek a következményei, és ezek bizony sajnos nagyon súlyosak. És ez azt jelenti, hogy sokkal megterhelőbbé, extrémebbé vált az időjárásunk, és át is alakul. Tehát az, amihez mi hozzá vagyunk szokva már nyilván történelmileg, akár evolúciós úton, azok a dolgok most alaposan megváltoztak, és nincs visszatérés ahhoz az állapothoz. És ez nem média hack, tehát ezt szögezzük, ez sajnos egy nagyon komoly dolog, sokkal több az időjárás érzékeny ember, sokkal súlyosabb tünetek, sokkal gyakrabban jelentkeznek. Tehát ugye arról van szó, hogy ezek a bizonyos folyamatok, amelyek hát kiváltják ezeket a hatásokat, ezek szélsőségesebbek. Gyakrabban változnak. Az egésznek a jellege is megváltozott, és ehhez nem vagyunk hozzászokva. Tehát azokhoz a hőhullámokhoz, ami most mediterrán jellegű, hát az az igazság, hogy régen, ugye amikor ez a 15 évvel ezelőtti tanulmány is készült, még itt inkább ez a mérsékelt övi, kevésbé ez a déli mediterrán jellegű időjárás volt, most már ez teljesen fölhúzódott. Tehát gyakorlatilag sokkal több kihívással kell szembenézni. Na most, ez azt okozta, hogy a korábbi 30%-os komoly érintettség már 35% fölött van. És még egy dolog történt, hogy meglehetősen kiegyenlítődött a nők és a férfiak érintettségi aránya. A helyzet az, hogy ez se egy egyszerű dolog. Valójában a nők érzékenyebbek. Tehát ennek mindig az alapja az, ez a bizonyos időjárás érzékenység, frontérzékenység, stressz érzékenység. Tehát ezek a dolgok kétségkívül, hogy jobban megterhelik a női szervezetet. De van egy másik hatás, mégpedig az, hogy a nők ezt sokkal jobban tűrik. Tehát toleránsabbak a nők? De toleránsabbak, a szervezetük ellenállóbb, tovább őrzik meg a rugalmasságot, és ezek nagyon jó dolgok, tehát ez valamennyire kompenzálja a fokozott érzékenységet, és ez mára már kiegyenlítődött szinte teljesen. Van még egy minimális felülreprezentáltság, de azért ez alapvetően kiegyenlítődött. És még egy ugye nagyon fontos dolog, hogy hát korábban egy férfi azért nem tartott elég macsósnak ezt a bizonyos időjárás érzékenységet, és nem is nagyon vallotta be. Hogy neki migrénje van. Viszont itt is szerintem a nőknek, a kedves hölgyeknek a szerepe az tetten érhető, hogy azért most már komolyan veszik azt, hogyha a férjük az, aki örökké a fejfájós, aki örökké jönnek a rosszul létek, kiugrik a vérnyomásuk,
állandóan csak sokkal feszültebbek, idegesebbek, vagy jönnek ezek a pánikszerű reakciók, és ezek a szorongásos állapotok, ezek sajnos ma már nagyon széles kört érítenek, és mindennaposak, és borzasztó módon tönkreteszik. Ez a kicsikre is, meg a nagyokra is vonatkozik? És ez a másik dolog az, hogy korábban tényleg alapvetően ez az idősebbeknek volt a problémája, illetve részben a gyerekeknek, az más alapon. Az idősek esetén ugye az, amiről itt beszéltünk, hogy magának a szervezetek az alkalmazkodó képességet, tehát ez a rugalmassága romlott le sokat is. Persze, hát nyilván ez halad előre. A gyerekeknél inkább még ez a megfelelő adaptivitás, ki nem alakulása volt a probléma. És mára hihetetlen módon kezd ez a U-alakú görbe, hát még mindig egy U-alakú, de már nagyon sokat laposodott, és ennek az az oka, hogy ugye bejöttek ezek a rendkívül erős stresszterhelések. Tehát a időjárás eredetű stressz és az egyéb eredetű stressz, sajnos ez, ugye ez együtt jelentkezik, és mi is ezt a betoklikán mindig együtt kell, hogy vizsgáljuk, és együtt kell, hogy kezeljük. Ezt nem lehet szétválasztani. Na most akkor jöhet ez a bizonyos világ újdonság. Mi a megoldás? Hát ugye először is arról van szó, hogy mindenki máshogy érzékeny. Mindenkinek más a szervezete. Tehát ez tulajdonképpen szerintem teljesen érthető, bár megmondom őszintén, hogy 25 éve, amikor elkezdtük ezeket a fejkutatás, fejlesztéseket, még mi is úgy gondoltuk, hogy meg lehet majd találni azokat az időjárási kiváltó faktorokat, amik a legfontosabbak abból a szempontból, hogy kiváltják ezeket az élettani válaszreakciókat, és úgy gondoltuk, hogy hát megkeressük ezt a néhány ilyen dolgot, ugye még korábban mindenki azt hitte, hogy van a hidegfront, a melegfront, meg a kettős front is, vége a frontérzékenység, időjárás érzékenységnek. Na hát ez egy totálisan téves dolog. És a másik dolog ugye az, hogy kiderült, hogy mindenki máshogy reagál. Tehát nincs univerzális lehetőség. Nincs olyan, hogy ez mindenkire jó. Annyira nem meglepő ez, hiszen ugyanúgy, mint hogy más betegségek, problémák is ugye nyilván az adott szervezeti adottságok szerint alakulnak, hát ez is olyan dolog, és ahogy nincsen antibetegség tabletta, úgy nincs antifront tabletta sem. Tehát gyakorlatilag, és semmilyen tabletta erre nincs egyébként, tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy mindenki esetében nem csak a szervezeti adottságaitól, nem csak az örökletes dolgoktól függően, hanem az aktuális élete folyamat alapján is, tehát amiket elszenvedett, amin átment, amik történtek vele évek, évtizedek alatt, vagy az adott élethelyzetében, ami jellemző, azok a stresszfaktorok. Tehát ezek mind-mind együtt határozzák meg azt a dolgot, hogy az adott esetben hogyan reagál. És ezért ezt minden esetben személyre szólóan kell kivizsgálni. Na ez... És nem is, igen, hát hál' Istennek ebben is nagyot léptünk előre. Tehát ez a bizonyos 25 év fejlesztés, amit ugye itt mi végig csináltunk, hát nem gondoltuk az elején, hogy ez ilyen hosszú lesz, de végül is, ahogy haladtunk előre, és jöttek az újabb-újabb problémák, mindig meg kellett oldani, és csak 3,5 éve jutottunk el oda, hogy az, amit most elmondok, ez a dolog, ez összeállt. És ebbe belekerült az a 500 millió forint kutatásfejlesztési érték, ami most ebbe benne van. És ugye ennek az lett az eredménye, hogy ma már tudjuk jól és komfortosan diagnosztizálni magát, ezt az egész időjárás érzékenységet, frontérzékenység, ezek keverednek, ezek a fogalmak. A frontérzékenység nem szerencsés szó, történelmileg alakult. Alapvetően időjárás érzékenyek vagyunk, sőt, ha igazán helyre akarjuk rakni a dolgot, akkor stresszérzékenyek. Na most ezt kell kivizsgálni. Kinél mi a helyzet? Na most ehhez van először is egy órás alapvizsgálat. Nincs mese. El kell jönni a metoklinikára, ott van egy egyórás műszeres és interjú alapú vizsgálat, ezeket a dolgokat akkor megállapítjuk. Az egyórás vizsgálattal igaziból azokat az alap adottságokat tudjuk megállapítani, amik okozhatják ezeket a dolgokat.
meg hát ugye azt kell tisztázni, hogy olyan esettel állunk-e szemben, ami valószínűleg tudunk segíteni. Tehát jöhet hozzánk, és hát sajnos jön is olyan ember, aki teljesen más problémája van, és úgy gondolja, hogy mi tudunk rajta segíteni, hát azért nyilván nem, és nem is szeretnénk, hogy akkor ez esetben ő tovább költse a pénzét. De akkor megmondják neki, hogy uram, önnek nem ide kell jönni. Nem ide kell jönni. Na most, amennyiben arról van szó, hogy valóban fennállnak ezek a feltételek, és itt van ez a magyar populáció 35%-a iszonyú szám, akkor egy egyhetes monitoring vizsgálatot kell megcsinálnunk. Az mit jelent? Ez első pillanatban talán ijesztő is, azt gondolja mindenki, hogy hú, akkor egy hétig oda az élete. Pont fordítva van. Mindent ugyanúgy kell csinálni, ahogy szokott. Mi nekünk azt kell látnunk, hogy ő neki a normális életvitele mellett hogyan zajlik, mi zajlik a szervezetében. Hogy ezt tudjuk ezeket a dolgokat detektálni, ehhez van egy másik fejlesztésünk, egy másik műszer, tehát nem ez a szemüveg, amelyikkel ő neki csak naponta néhányszor 10-10 perces mérést kell végezni. Tehát még csak nem is kell folyamatosan. De mit mér? Vérnyomást vagy? Jaj, nagyon sok mindent. Nagyon sok, tehát rengeteg élettani paraméter. Ez is egy számítógépes rendszer. Ez is egy számítógépes rendszer, és gyakorlatilag egy mellkasi üvet ugye föl kell ehhez tenni, és hát ezen keresztül meg még rengeteg más paramétert ugye detektál, tehát ez egy nagyon komoly műszer, amivel egy hétig majd látni fogjuk, hogy a szervezetében valójában ugye mi történik. És hát kell vezetni egy naplót, mert ebből a naplóból derülnek ki azok a dolgok, milyen stressz hatások érték miket. Tehát mik föl kell írni, hogy összevesztem a feleségemmel? Vagy a főnököm leszúrt? Vagy... Ezt egészen pontosan, igen, a Márti igen pontosan értelmezte, de természetesen ezt összeállítjuk megint csak személyre szólóan, tehát mindig azoknak a paramétereknek a szempontjából készítjük el a naplót, ami az adott személy esetében probléma. Tehát akinek nincsenek mellkasi panaszai, akkor ezeket a, ez a csoport, ez nincsen benne, de fáj a feje, akkor ugye azok a kérdéscsoportok, ami ezzel kapcsolatosak, azok benne vannak. Hát azért általában ezek ilyen 100 fölötti kérdést tartalmaznak, és ez az, amit egy héten keresztül egyébként tölteni kell. Tehát valójában itt a szubjektív paramétereket tudjuk meg, mik voltak azok a befolyásoló tényezők, és hát van egy roppant döntő dolog, hogy a Metaklinikának van egyedül ugye az a mérőrendszere, amit szintén ez alatt a 25 év alatt fejlesztettünk ki, amelyik egy országos mérőhálózat, és ebben olyan speciális humán meteorológiai paramétereket mérünk, és ez ugye nekünk jön be percről percre, tehát az egész ország területén. Voltam ebben az intézetben, valami elképesztő, mint hogyha 21. század végén lettünk volna tele számítógépekkel, monitorokkal. Nagyon érdekes. Igen, hát itt óriási, szóval nagy, hát óriási, szóval nagy teljesítményű számítógépek dolgoznak, ugye be kell gyűjteni ezeket az adatokat, ez egész országból percről percre jön, rengeteg paraméter, és hát ezeket ugye fel kell dolgozni, hiszen mi ezek azok a paraméterek, amelyek befolyásolják az adott személy szervezetét az alatt, az egy hét alatt is. Tehát amikor valaki visszajön a műszerrel, akkor a műszeradatok, a naplóadatok, és hát természetesen az, amit mi tudunk, hogy mik voltak azok a időjárási generáló tényezők, amik miatt azok az élettani paraméterek bekövetkeztek. Tehát ha ezt látjuk, tehát meg tudjuk állapítani. Ez egy team munka? Tehát akkor összeül egy csomó okos ember ott a klinikán, és megállapítják, hogy mivel kapcsolódott össze? Hát azért ezt ugye ez egy számítógéppel természetesen, tehát számítógépes rendszerekkel segített, ezt nem lehet személy szerint átlátni. Tehát természetesen azért van az, hogy ugye jönnek az adatok, azt letöltjük, azt be vagy a számítógépbe. Természetesen ugye maguk a mérési adatok, hát az átláthatatlan ember számára, tehát azok is ott vannak, és hát erre futnak, pontosan ez az a bizonyos 500 milliós fejlesztésnek a egyik része, hogy ezek a feldolgozó rendszerek ott vannak, és hát természetesen ugye ott van a
megfelelő szakértelem, tehát ilyenkor, ugye ez a, mikor visszajön egy hét után a paciens, az is egy egyórás kiértékelés. Tehát ez az egyórás kiértékelés kapcsán tudjuk akkor azt megállapítani, hogy igen, milyen jellegűek ezek a szervezeti reakciók, és akkor az alapján tudjuk azt megmondani, hogy milyen kezelési módszer az, ami alkalmazható. Ne. Mert ma már ezt minden tévhittel ellentétben nagyon eredményesen tudjuk kezelni. Azok esetében, akik ezt a vizsgálati eredmények igazolják, az ő esetükben igen, valójában meg kell, hogy mondjam, hogy jobbak az eredmények, mint hogy a kutatásfejlesztési folyamat elején ezt kitűztük, vagy reméltük, és hát egyébként érdemes ezt megnézni a Metta Klinika oldalán, ott pacienseink ezt sokszor el is mondják. Mutassuk meg akkor ezt a csodát. Hát igen, szóval erről a valójában szemüveg formában kivitelezett, ez egy számítógépes rendszer, valójában egy okos szemüveg, amiről itt szó van, és itt tulajdonképpen egy számítógép, meg egy akkumulátor van itt benne, és a lényege az az, hogy az időjárás érzékenységet, stresszérzékenységet csak akut alapon lehet kezelni. Ezért valójában nagyon fontos az, hogy ez olyan formában legyen, ami mellett szinte bármit lehet csinálni. Tehát, ha én ezt felteszem, akkor lényegében azért hozzátartozik, hogy ugye ez most fülhallgató is kapcsolódik hozzá, mert ugye fény- és hanghatásokról van szó, tehát ezek a stimulációs eszközeink, és a lényeg az, hogy ne zavarja az egyéb tevékenységemet. Tehát számítógépezhetek, moshatok, főzhetek, takaríthatok, nem a legkedvesebb dolgokat mondom a hölgyeknek, de emellett, hát talán smikelni nem, de sok mindent azért lehet csinálni, és hát a lényeg az, hogy ha kell alkalmazni, akkor ezt kell alkalmazni, viszont lehet is. Tehát ehhez nem kell se leülni, se lefeküdni, mert az a teljesen irreális elvárás lenne, és lényegében néhány perces kezelés, én ezt most be is kapcsolom, itt ezt a négyszöget kell megnyomni. Van rajta három gomb, a négyszöget, a középsőt kell megnyomni. Így van, tehát a kezelése egyébként nagyon egyszerű, és tehát innéttől kezdődően ő maga tudja pontosan, hogy mit kell csinálni, és ezek a több program van, tehát mindig a megfelelő programot kell kiválasztani, és lényegében ezek a fény és hang effektusokkal. De én most nem hallok semmit, ennek nem, van oka? Nem, nincs bedugva, itt van a... De hogy csak van azért neki? Nem dugtuk be, akkor nem tudunk beszélgetni. Világos. Úgyhogy, és mi van a hangba? Mert azt látom, hogy villognak itt a fények. Hát természetesen ugyanúgy, ahogy itt most fényhatások vannak, ugyanúgy vannak különböző hanghatások. De ez muzsika? Hát különböző, ebben vannak zenék, egyéb effektusok, tehát olyan mit tudom, dolgok. Tengerpartcsobok, vagy csermely, igen, vagy... Akár ilyen, vagy természethangoktól kezdődően mesterséges ez egyéb hanghatások. Kire máshat? Rám igen. Lehet, hogy a csobogó patak? Hát ez a vizsgálat vagy, célja. Vagy Mendelssohn. Ez a vizsgálatnak ugye a célja pontosan, hogy amikor megtörténik ez a kiértékelés, de onnantól kezdődően tudjuk azt, hogy az adott személy esetében milyen stimulációs programokat kell a szemüvegre elkészíteni és feltölteni. Tehát ez ugyanígy személyre szólóan készül el, ez a néhány program, ami rákerül, 3-4-5 program szokott ugye erre a szemüvegre rákerülni, és a megfelelő szituációban ezt kell kiválasztani. És ezt a gép tudja, hogy nekem éppen most akkor melyikre van szükségem? Nem, azt magának kell. Tehát ez természetesen, ugye, amikor a szemüveget átadjuk, akkor ezeket a javallatokat megbeszéljük, hogy milyen szituációkban, milyen problémák esetén, melyik programok azok, amik alkalmazandók. És hát ugye ez a cél, és hát látszik ugye, hogy közben tudunk akár még egy stúdióbeszélgetést is folytatni, tehát ez teszi a dolgát, valójában ezek tudatalatti hatások. Az, hogy a zene, vagy a különböző hanghatások szólnak, az egy dolog, azt bedugom a fülembe, hallom, de
az, hogy oldalt ér a fény, ennek mi a jelentősége? Ott van a harmadik szemem, vagy a negyedik? Vagy? A lényeg az, hogy ugye tekintettel arra, hogy itt ezt nem kell nézni, sőt egyáltalán nem is kell nézni, pont az a lényeg, hogy bármit csinálhassak. Ezek az oldalról jövő fényhatások, ezek ugyanúgy elérik a retinát, és pontosan ugyanúgy a látó, meg a hallóidegen keresztül ugyanúgy kifejtik a hatásukat. Tehát ez a dolognak valójában a lényege, hogy úgy tudjuk stimulálni, hogy közben bármit csinálhat, és nem is kell, nem egyáltalán is ajánljuk, hogy üljön le, vagy feküdjön le, vagy semmit. Autót nem szabad vezetni, mert itt a periféliális látás leárnyékolja. De ezen kívül lényegében minden tevékenységet lehet végezni. És amikor vége ennek a programnak, akkor ez magától lekapcsol, ez most én nálam ugye már be is következett. Nekem is. És innentől kezdve végül is ugye megtörtént ez az aktuális kezelés. És ezt naponta hányszor kell? Attól függ, hát ez a személyi adottságoknak és a szituációknak a kérdése, így van. És hát természetesen ugye hát hosszabb idő távlatában már csökken az alkalmazási igény. Mennyi ide, nem vagyunk egyformák, ugye ezt már elmondta nekünk, hogy általában mennyi ideig kell ezt a készüléket használni? Hát ugye ez roppant sok mindentől függ, tehát függ attól, hogy valakinek évek, évtizedek óta állnak-e fenn a problémái, milyen jellegűek, milyen súlyúak ezek a problémái, mennyire pontosan tartja be a javallatokat, ugye, ami uh-huh. aztán... Tehát ha most én megint bekapcsolom fontos, és fölteszem, az már nem jó? Attól függ. De lehet, hogy jó, lehet, hogy kell is. Tehát ez a javallatoknak a kérdése, tehát ugye ezt nyilván nem tudjuk megmondani. Általában, mert ugye tudni kell, hogy az alvás minőség az egyik legkomolyabb negatív következménye ennek a romlása sokféle formában. Többször fölébredek, nem bírok elaludni, korán fölébredek, rövid ugye az alvásidő, de nagyon sokszor elég az alvásidő, de nem jó minőségű az alvás. Tehát az a legáltalános tapasztalat szerint a leghamarabbi pozitív hatások azok, amik az alvás minőséggel kapcsolatosak. Én egy nagyon nagy ilyen statisztikát tudok mondani, hogy a néhány hónapos kezeléssel a olyan 50-70 százalékos javulást lehet elérni. Ez rengeteg. Persze, nagyon sok, és hát ugye az a lényeg, hogyha az életminőséget sikerül ugye hát elindítani fölfelé, akkor itt a szervezetnek az a regenerációs készsége is bekapcsolódik, és ezért van az, hogy nagyon hetenként kell jelentkezni, vagy havonta, vagy hogy? Egyáltalán nem kell. Tehát, hogyha megvannak ugye a javallatok, mindenki kitapasztalja, megtanulja a használatát, ha kérdés van, persze nyilván, akkor azt tisztázzuk, és utána onnantól kezdődően speciális esetek vannak, hogyha ezen változtatni kell, mondjuk a hölgyeknél egy várandóság, az ugye lehet egy olyan ok, amikor ezen változtatni kell. Van néhány ilyen ok. Mi még, amitől ezt nem lehet? Például egy súlyos, krónikus betegség belépése, itt egy cukorbetegség, vagy bármi, tehát elképzelhető, hogy ennek ugye vannak utána... Akkor le kell tenni abszolút, vagy újra ne, kell mérni? Hát meg... lehet, hogy a programokon kell változtatni, persze. Tehát, de alapvetően hosszú távon is jó. Hát ugye miután 3,5 éve áll, most már majdnem 4 éve áll rendelkezésre, ugye akkor fejeztük be ezt konkrétan, ezt a projektet, amit ugye el is kell mondani, hogy maga a szemüvegfejlesztési projekt, az szintén egy Európai Uniós és Magyar Állami támogatás, az 62,7 millió forint annak a támogatás összege, az összességében majdnem egy 100 milliós kutatásfejlesztési projekt volt. Meg is kapta a legjobb innovációs díjat, ha hát bizony, szóval a helyzet az, hogy szerencsére azért elismerte
az ország, ugye azokat a, és a tudományos élet azokat az eredményeket, mert bizonyára ismert ez a Magyar Innovációs Nagydíj pályázat, ami ez a legmagasabb presztízsű innovációs díj, hát ugye itt a köztársasági elnök úr jelenlétében, meg az országházba adták át. Tehát és gyakorlatilag itt hát ennek a bizonyos nagydíj pályázatnak a kiemelt elismerését kapta meg a Meteo Klinikának ez a gyógyászati eljárás. A Meteo Klinikának a dolgozói találták ki ezt az egészet? Van ennek még egy előélete, egy másik hasonló? Igen. És tehát abból lett ez kifejlesztve, vagy ez már egy teljesen más. Igen, a következő a helyzet, hogy tehát maga ugye a 25-es fejlesztés az azért egy kutatás, kutatófejlesztő tím. Tehát ebben természetesen ugye alapvetően nyilván a mi dolgozóink voltak, ugye hát én voltam ugye ennek a kutatásnak mindvégig a vezetője, de hát ebben részt vettek, szóval a idegsebészettől kezdődően a Szent János Kórház szakemberei is, tehát a tímben, hát ez egy kutatásfejlesztési projekt, amiben ugye sok 100 millió forint, tehát nagyon sok vezető szakember is részt vett ebben a dologban. A lényeg az, hogy nem ez készült el 3,5 évvel, hanem ennek az elődje. És amit itt most mutatok, ez tulajdonképpen mától lép életbe. Ez az új verzió, és ezeket a nagyon szép eredményeket még az előző szemüveg érte el. Ez pedig annak a továbbfejlesztése. Na most, és ez most ebben a televíziós műsorban szerepel most először, és a célja... Mondtam, hogy világújdonságot mutattunk be. Igen, már maga az előző is világújdonság, ez pedig tényleg ugye a továbbfejlesztése. A lényeg az, hogy egy szélesebb dinamikát biztosít a korábbi szemüveghez képest. Tehát nyilván ugye voltak tapasztalataink, és itt fontos volt az, hogy ezeket a hatásokat optimalizálni lehessen. És ez most már ezt lehetővé teszi. A kezelése is megváltozott, könnyebbé vált, a régi az egyébként két nyomógombos volt, de ez nem megkönnyítette, hanem inkább nehezítette a használatot. Tehát ezzel most már ugye három nyomógomb van, a kijelző rendszere is fejlettebb, és lényegében ez azt jelenti, hogy hatékonyabban és könnyebben lehet használni. Nem kell féldi, tehát akinek a régi szemüvege van, azt ugyanúgy fogja tudni használni, viszont aki most már ezeket az újabb, tehát aki már most jön a Meteo Klinikára, és most kezdődnek a vizsgálatok, na ő már ezt a új, továbbfejlesztett szemüveget fogja kapni, úgyhogy továbbra is a még világabb újdonság lesz az, ami a kezébe kerül. Hölgyeknek mondom, hogy az asztalon látunk még egy szerkezetet, a sárga, tehát többféle színben is van. Igen, ez ötféle színben van. Ötféle színben, mi van még? Ilyen narancsos, piros szín, zöld is van például. Remek. Nagyon szép színek egyébként. Szeretném hozzátenni, hogy a színnek csak esztétikai jelentősége van. Természetesen maguk a programok azok, amik ugye a gyógyászati részét jelentik. De hát mivel ezt ugye sokszor bárhol kell viselni, mert ha most épp a villamoson megy a valaki, és akkor van szükség a kezelésre, akkor föl kell tenni. Ha a munkahelyén, akkor ott is föl kell tenni. Tehát ugye itt nincs mese, ennek ez a kezelési módja. Viszont el tudom mondani azt a dolgot, hogy szoktuk kérdezni a pacienseket, hogy mit tudom, megnézik-e őket, hogy most ezt föltették mondjuk egy boltba. És hát ugye az a megnyugtató válasz jött, hogy nem nagyon foglalkoznak már ezzel. Azt szoktam mondani, hogy valaki már antennát tenne a fejére, mert szerintem ezzel sem foglalkoznának különösebben. Az is tudja használni, aki szemüveges? Valójában tudja, tehát ugye a kontaktlencsével az eleve, azzal semmi probléma nincsen. A szemüvegesek esetén, hát attól függ, hogy milyen modell az a szemüveg, de mivel néhány perces a kezelés, tehát ugye szó nincs róla, nem kell folyamatosan viselni. Például az a program, ami most volt, az egy 3,5 perces program. De általában maximum ilyen 5-10 perces programok vannak. Tehát nincsen belőle különösebb probléma,
Tehát ha nehéz a szemüveggel összeilleszteni, hát akkor addig félreteszi ugye a szemüveget, de mondom, szóval azért ezt valaki fölteszi, azért általában meg tudják oldani, hogy mellé. Még egy fontos kérdés, mert szó volt róla, hogy most már a gyerekekre is egyre komolyabban hatnak ezek a klímaváltozással kapcsolatos gyors időjárásváltozások. Bizony. Gyerekek használhatják-e? Hogyne, nagyon is. Nagyon is, és van gyerek méret, ami ugye teljesen más méret, és nyilvánvalóan az ő esetükben más jellegűek a programok is. Nagyon jó eredmények vannak gyerekek esetében. És ugye az a helyzet, hogy nagyon sok olyan probléma van, ahol úgy gondolják, hogy ilyen viselkedés, zavarok, viselkedés problémák vannak a háttérben. Jó, nyilván vannak egyértelműek, hogy tényleg arról van, hogy kemény ADHD vagy valami, de nagyon sokszor egyszerűen időjárás vagy egy fokozott stresszérzékenység. És rengeteg gyerek van, aki ezzel a kezeléssel meg tudott szabadulni, megúszta azt a dolgot, hogy egy örök élet, akár örök életére kemény gyógyszeres kezelésre szoruljon, majd ugye, ilyen jellegű problémák miatt, és hát ez egy létkérdés, mert itt ugye gyógyszeres kezelésről szó sincsen, ez teljesen a látható fény, hallható hang, tartományban működő kezelési módszer, és nagyon jó eredményeket érünk el a tanulás minőségben, a figyelemjavításban. Sokszor vannak olyanok, akiknél egyszerűen az a probléma, hogy a tanulással van, vagy a iskolai magatartással van a probléma, és bizony ezeken nagyon sokat lehet ezzel a módszerrel segíteni. Nagyon szépen köszönöm dr. Pintér Ferencnek, meteogyógyásznak, a Meteoklinika igazgatójának, hogy bevezetett minket egy világújdonságba, és bizonyára önök között is nagyon sokan vannak, akiknek ez nagyon-nagyon tudna használni. Próbálják ki, ha ilyen gondokkal küzdenek. Még visszavárjuk önt, mert arról volt szó, hogy a klímaválságról is beszélünk. Mindenképpen térjünk vissza rá. Ígérje meg, hogy még visszajön hozzánk. Hát még egyszer nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon szívesen jövök, mert ez a klímaváltozás, ez most már velünk marad, és most itt van ez az El Niño év. Na hát, ebből aztán bőven van elég probléma. Köszönöm szépen figyelmüket, remélem legközelebb is velünk tartanak, mert tudják, a hölgyeknek mindenre van egy jó válasza, és ezúttal egy úrnak köszönhetjük a remek jó válaszokat. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!